A Karcagvárosi Önkormányzat és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár az államalapító Szent István ünnepéhez kapcsolódva számos programot, rendezvényt szervezett városunkban. Varró 55 címmel kiállítás is nyílt a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum szakképzőiskola és kollégiumban végzett tanítványok alkotásaiból is. A kiállítás megnyitón Facsar András, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Beszédében megidézte az iskola múltját és a szakképzés fontosságát. Ma már mi is csak álmodni tudunk, hogy milyen sokoldalú volt a szakképzés. A hagyományos gépészeti, elektronikai, építőipari, könnyűipari képzések mellett volt itt autószerelő, kerámia készítő, kerámia formázó, kárpitos, üvegfúvó, sütő, porcelánfestő, de még régebben aranyműves, nyomdász, fazekas, kötélgyártó, kerékgyártó, kádár, piparezező, fésűs, órás. Ennek az iskolának nagy a történelme és nagy a hatása. Több tízezer iparost adott Karcagnak és a környéknek. És most itt állunk azon a kiállításon, ahol a kiállított tárgyak testközelbe hozzák a múltat, a hagyományt, a tehetséget és a tudást. Mint ahogy az iskolában a tablók bepillantást engednek a múltba. Amikor végigmegyünk az iskola folyosóin, a tablókról végzett tanulók százai, ezrei tekintenek vissza ránk. Emlékek az elmúlt évtizedről, szakmák, osztályok, tanárok, tanulók. Ha itt végigmegyünk a kiállításon, örökséget látunk. Iskolánk hajdan volt oktatói, átadták tudásuk legjavát, melyek eredményességéről nem is lehet hitelesebb bizonyíték. Az anyagokból gondos kezek által alkotások készültek. Érték és minőség, melyet meg kell ismernünk és becsülnünk. A kiállítás megnyitót megtisztelte jelenlétével F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is, aki beszédében elmondta az iskolába szerzett autószerelő szakmát. Nagyon sok szép emlék köti az intézményhez, és ez a kiállítás is bizonyítja, hogy számos tehetséges ember járt ebbe az iskolába. Ahogy körbenézzünk az itteni alkotásokon, ennek a tízszeresét lehetett volna kiállítani, hiszen nagyon sok kreatív tanuló járt ebbe az iskolába, és bízom benne, hogy a mai napig járnak ügyes, kreatív diákok, amikor egy 50 év múlva még több művet lehet kiállítani. Én büszke vagyok a tanáraimra, erre az iskolára, mert sok mindent megtanított. Sok mindent nem tanított meg persze, mint ahogy egy iskola nem tud mindent megtanítani. De azt, hogy közösségbe kell gondolkozni, hogy a munkának becsülete van, az elvégzett munka az magáért beszél. Tehát ha valamit nem végeztünk el, nem javítottunk meg, nem fejeztünk be, akármilyen szövegünk van, akármilyen dumánk van, azt nem lehet megmagyarázni. A kész munka ott van, az magáért beszél. És megtanította azt, hogy dolgozni kell, és semmilyen munka nem szégyen, mindegyikre büszkének kell lenni. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Nagy Molnár Miklós, a Győrfi István Nagykun Múzeum igazgatója is. Ezeknek az iparos, majd ipari iskoláknak igen fontos szerepük volt abban, hogy az olyan fontos mesterségeknek, mint például a fazekasság, megfelelő utánpótlást biztosítsanak. Ilyen ipari iskolaként működött, jött létre ugye a Varró, a karcagi Varró, annak az elődje is. Az elmúlt 55 évben számos kiváló mestert képzett az iskola, akik megállták és megállják helyüket, a mindennapi munka mellett az alkotó, a kreatív alkotó tevékenységben is, ahogy erről a mostani kiállítás is tanúságot tesz. A mostani kiállítók között, illetve kiállításban láthatjuk, hogy a legfontosabb, illetve a legnagyobb részben ugye főképpen fazekasok állítanak ki. Ennek szerintem az az egyszerű magyarázata, hogy ez az a szakma, amit tanítottak a szakmunkás képzőintézetben. A fafaragót és a képzőművészetet nem, az egyéb kreativitásból alakult ki. Az alkotókat és a megjelenteket Sós Géza, az iskola nyugalmazott pedagógusa, a rendezvény ötletgazdája is köszöntötte. Örülök annak,
hogy olyan tanítványai voltak, akit igaz, hogy meghajtottam, de a mai napig megismernek az utcán. És ez egy nagy dolog egy pedagógusnak. Nagy dolog, hogy köszönnek, és szó nélkül jöttek, segítettek ehhez, hogy ezt meg tudjam alkotni. És köszönöm szépen azoknak, akik pozorálták ezt a kiállítást. Nagyon sok ember segítkezett nekem, hát nem egyedül követtem el, és köszönöm szépen a vezetőségnek, hogy megtisztelte jelenlétével ezt a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm. A tárlat augusztus 21 és szeptember 11-e között látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.